A Magyar Honvédség repülőgépével indultak segíteni a magyar barlangi mentők Törökországba. Egy kutatóexpedíció során rosszul lett barlangász mentésében. A Magyar Barlangi Mentőszolgálat szerint a több mint 1000 méteres mélységben tartózkodó barlangász olyan állapotban van, hogy csak összehangolt mentőakcióval lehet stabil állapotban felszínre hozni. Erről is kérdezi vendégét Titon Illa. Így van, Horváth Rihárdot köszöntöm a stúdióban, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat országos vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük azzal, hogy hogy vannak a kollégák, mi van most kint a helyszínen, mik a legfrissebb információk? Hát jól vannak, dolgoznak, hát természetesen azért fáradnak is, de minden rendben van velük. Hogy kell elképzelni ezt a helyszínt? Ugye itt látunk például képeket is, ön is hozott képeket, és remélem, hogy meg fogjuk tudni mutatni, de hogy kell elképzelni ezt a helyszínt, ahol ők vannak? Mert mi azt tudjuk, hogy egy kilométeres mélységben lett rosszul ez a fiatalember, oda kellett hozzá lemenni, de hogy ez egy szűk járat, hogy kell ezt elképzelni? Milyen körülmények között kell most nekik ott helytállniuk? Hát a barlangnak változó a jellegzetességei, vannak tágabb, könnyebben járható részek, vannak szűkebbek, vannak olyanok, amik inkább ilyen viszintes lejtős jellegűek, és nagyon sok kisebb, nagyobb olyan letörés, amin csak kötéle lehet leereszkedni. Ezeknek a leküzdése nagyon sok időbe telik, mert hogyha egyszerűen haladni is nehéz egy egészséges, jó fizikai állapotú embernek, ott nagyon sok embernek kell elférni szűk helyen, hogy egy hordágyat adogatva, kézben továbbítva előre tudják juttatni. Tehát ma ugye itt lejutni is nehéz volt, és feljutni talán még nehezebb lesz. Hát a lejutásban kicsit segít a gravitáció, akkor tulajdonképpen ilyen csúszásszerűen egy ereszkedő eszközzel le tudunk menni a kötélen, fölfele mászni kell. Ugye egy magyar doktornő ment ki a csapattal, és ő volt az, aki ott volt emellett a fiatalember mellett napokon át, és ő segített neki a transzfúzióban, illetve figyelemmel követte az állapotát. Szó volt arról, hogy őt le kell váltani, mert hogy már nagyon sok ideje ott van és elfáradt. Ez sikerült-e? Sikerült-e a doktornőt helyettesíteni valakivel? Érkezett egy olasz orvos, aki szintén képes ebben a mélységben dolgozni, le tud jutni, ő most leváltotta, úgyhogy a mi orvosunk kicsit tud pihenni. Azt még nem döntötték el ott kint, hogy lent a barlangba pihentetik, vagy följön a felszínre, és majd visszamegy, amikor a másik orvost le kell váltani. A helyzet mindig egy picit változik, és sok apróság van, ami alapján döntéseket hoznak. Mi innen nem nagyon tudunk ebbe ilyen részletekbe belelátni, és nem nagyon tudunk. Hát én azt gondolom, hogy nem helyes most nekünk innen ismeretek hiányában bármit is mondani, hogy jó vagy rossz. Az ő döntésük. Szerintem egyébként elég jól sikerült összehangolni, tehát egy nagyon nagy létszámú, több nemzetiségű csoportot működtetni nagyon nehéz dolog. Ugye a fiatal ember, aki rosszul lett lent a mélyben, neki az aktuális állapotáról a török hatóságok kérésére nem adható ki információ, és ezt mi is tiszteletben tartjuk. Annyit azonban talán el lehet mondani, hogy ugye ő egyszer csak majd szállítható, vagy olyan állapotba kerül, hogy fel lehet onnan hozni. A körülmények, amelyek ott lent vannak, a hideg, az extrém mélység, a nyomás, ez mennyiben nehezíti ilyenkor egy sérültnek a gyógyulását? Mindenképpen nagyon nehezíti. 4 fok van lent ezen a ponton. Nagyon magas a páratartalom, és hát nagyon nehéz tiszta körülményeket produkálni. Annyi új hír van, itt a magyar csapat jelent meg közbe mögöttünk, igen, és éppen eligazítást kapnak a már helyszínen lévő csapatvezetőtől. Tehát ez ott van kint, ez a barlangnál. Igen. Elindult a hordágy, tehát olyan állapotban van, hogy el fogja viselni a hordágy szállításnak a nehézségeit, és most az első csoport elindította. Ez is nagyon változó lesz, hogy milyen sebességgel halad, mert ugye vannak olyan részek, ahol mondjuk nagyobb aknákon húzzák föl, akkor ott fogyni fognak a méterek, már a mélységi méterek,
aztán utána olyan részhez érnek, ahol a vízszinteshez közeli. Ez is ott van, bocsánat. Ez nem ott van, ez egy másik barlangban van, ez így néz ki egy bivak, ahol meghúzzák magukat a barlangászok, de ez már egy sok csillagos, tehát itt. Értem, luxus körülmények. Ez pedig egy hot point, ahol tulajdonképpen ellátják ott az alufólia mögött a sérültet, ott melegen tudják tartani, és ott tudnak viszonylag tisztább körülményeket teremteni, ez belülről így néz ki. Tehát így kell elképzelni, igen, azt, ami ott kell. Most és lent itt, van. És itt kell az orvosnak mindent megcsinálni, amit meg tud egyáltalán. Visszatérve a mentésre, szóval, hogy elindították fölfelé ezt a fiatalembert, ez hány ember összehangolt munkájának köszönhetően fog végbe menni, illetve mennyi időbe fog ez telni nagyjából? Lehet-e azt tudni? A mennyi időbe az tehát akkor, amikor megindul a hordágy, látványosan halad, akkor mindig optimisták vagyunk, hogy hú, mindjárt meg lesz, aztán beleszaladunk valami problémába, nehézségbe, adott esetben az orvosnak kell egy kicsit a beteg állapotával foglalkozni, de például amikor leváltják a hordásszállító csoportot, ott is elszalad idő, amíg helyet cserélnek, ugye az egyik elindul kifelé, a másik elhelyezkedik azokba a pozíciókba, ahol szállítani fogja a hordágyat. Itt például szintén látszik egy ilyen, ahol egy ilyen hasadékot kell elképzelni, és most oda közé kell képzelni, középre a hordágyat, nem tudom, de itt van is ilyen képünk. Uh-huh. Hát nagyon nehéz, és sokszor a testünkön csúsztatjuk tovább, mert nem férünk máshogy el. Tehát akkor azt nem lehet megmondani, hogy mennyi idő, reméljük, hogy sikerül. Ugye azt azért mondjuk el, hogy önökhöz futott be ez a segélyhívás, ugye pont egy héttel ezelőtt, igen, mert hogy az önök csapata a legjobban mobilizálható olyan egység, aki ilyen extrém mélyen le tud menni és tud dolgozni. Tehát ez úgy történt, hogy ott, aki kiért a felszínre, kért segítséget, és az ECRA-hoz, ez az Európai Barlangi Mentő Szervezeteket Tömörítő Szövetség tulajdonképpen futott be az a kérés, hogy orvosra van szükség. És a leggyorsabban mi tudtunk most ebben a pillanatban erre reagálni, tehát az orvost elengedték ugye a munkahelyéről, mellé tudtuk szervezni azokat a segítőket, akik le tudják kísérni, le tudják vinni a felszerelését, illetve ott is az orvosi munkájában is tudnak némi segítséget adni. Most ebben mi voltunk a leggyorsabbak, ők vasárnap odaértek, ha jól emlékszem, még vasárnap éjjel le is indultak, úgyhogy most szombat van, tehát 6. napja vannak lent. Milyen felszerelést visznek ilyenkor magukkal? Ilyenkor, tehát az orvoscsoport az gyakorlatilag csak az orvosi és a legszigorúbban vett személyes felszereléseikkel indul el. Utána érkezett másnap egy újabb 5 fős egységünk, aki mindenféle egyebet, tehát például élelmiszert, a pihenésükhöz szükséges felszereléseket, ilyesmiket vitt utánuk, és beszálltak abba a munkába, amit csináltak, tehát próbáltak tovább segíteni, illetve nagy probléma volt az, hogy a kutatáskor csak 500 méterig volt kiépítve a vezetékes telefonvonal a felszínre, tehát ott egy ilyen futárfeladat is volt, hogy fölmenni 500-ra, onnan kiszólni. Ez is ugye egy neuralgikus pontja, hogy ki kapja meg az információt, milyen pontosan tudja továbbadni, és a felszínen, aki veszi, az milyen jól érti. Itt ugye a nyelvi nehézségekről is beszélhetünk. Szerencsére, akik az első 2 turnusba kimentek, közöttük nagyon sok olyan van, aki angolul kifejezetten jól beszél, és ezen belül ráadásul ugye a barlangászoknak van egy szaknyelve, amit mi elég jól értünk, hát az is, aki nem beszél annyira angolul. Úgyhogy tehát ez is egy feladat volt, ez a futárkodás. Én kívánom a kollégáiknak, hogy járjanak sikerrel, és mindenki egészségesen érkezzen meg a felszínre minél előbb. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönjük szépen.